Jeruzsálem eredeti, magyar nyelven megfogalmazott neve Hór Solyma, Herosol Solyma, amelyből aztán Ieros Solyma lett a görögbe, Szent Sólyom, majd aztán további alakulások útján lett Jeruzsálem. Tehát eredendően magát ezt a nevet annak a városnak, a mi magyar, sumér, szkita eredetű őseink adták. Ahogy a környéken számos szintén magyar nyelv eredetre visszavezethető elnevezés található. Thank you.
területre helyezzük el. Cisziordánia területére megkülönböztetett figyelemmel. És azt látjuk, hogy ez a kitört rész, ez körbe rajzolja Cisziordánia területét. Tehát ez a kitört üzlománcú rész, ez egybeesik körvonalában a palesztin cisziordániai területtel. Tehát valakik ennek a térképét úgy határozták meg, hogy ez valamiért egy ilyen egybeesést mutat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez a snit, ahol belefogódott az aranylemezbe, és kitörte azt, ez Jeruzsálemre mutat rá. Tehát ahol a legmélyebb kitört rész van, ott helyezkedik el Jeruzsálem. Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy valakinek valamiért fontos, hogy egy ilyen viszonylatban jelenítsék meg. Ennek a Pantolkrátor képen. Utána béke ünnepelne a messiásnak volna napja, amennyi kén a földnek válni, hogy megváltóját befogadja. Úgy kén, hogy egymást öleljék szívükre, mint az emberek, de nincs itt hála, nincs itt béke, beteg a világ nagy beteg. Kiült a szív, elszállt a lélek, a vágy a láb csupán a testé, Heródes minden földi nagyság s minden igazsága kereszté. Elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget, megátkozza világra jötté, beteg a világ nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, ne egyesítsen, nincsen eszme. Rommá dölt a messiás háza, tanítása, erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég, új messiást küldj. Beteg a világ. Nagy beteg.